Na, sziasztok! Hát, újabb tevékenységeket folytatok. Most jelenleg ez a helyzet. Ugye itt volt ez a barna szekrénysor. Nappali, csak mindenki tudja. Ez. Bocsánat, hogy belelóg az ecigim. Most áthoztam ide a Christopher szobájába, mert az megy a Krisztiánhoz, ez a kis keskeny. Ezt a kettőt meg majd apuhoz viszem, de az még nem most lesz, úgyhogy hát most tele vagyunk szekrénysorokkal, de mindegy, majd meglátjuk a továbbiakat, hogy hogy lesz. Itt az ágykeret, amit vettem, fenyőt, ezt most gyorsan összerakom. A Christopher ágyát tegnap megcsináltam, megerősítettem magam. Na, itt a Christopher ágya, majd megmutatom. Kicsit várjatok egy kicsit. Hova tegyem? Ide mondjuk. Nem jó, mindegy. Na, valaki írt. Pálinka. Mi? Na. Szóval, ezt akartam elmesélni még gyorsan, hogy itt lesz a szekrénysor. Ez az ágy, ez most egy ilyen ideiglenes lesz. Összerakom, és hát akkor már nem a földön kell aludnom. Aztán, ha nem tudom, mutattam a szekrénysort. Nem szekrénysor, hülyeség, ez egy gardrób. Ilyen tolóajtós. Ide bevágom a képet. Hogyha még nem mutattam. És annyi a baja. Hogy ilyen átlátszó üvege van. Most hiába sötét színű tejüveg, de átlátszik. Szóval látod, hogy oda be van pakolva. És arra gondoltam, hogy majd veszek szerintem ilyen fóliát, és akkor azzal leragasztom. Hogy ne látszódjon, mert az nekem kurvára nem tetszik. Ennyi baja van, semmi több. Mármint ez se a baja, csak ez ilyen. Én meg nem szeretném, hogyha látszódna. Mert hát láttátok, hogy néz ki. Mindegy a lényeg. Ehhez nagyon olcsón jutottam hozzá egyébként. 15 000 forint, úgyhogy annyit mindenképpen megért. Úgyhogy ez holnap itt be is kerül. És akkor most szereljük össze gyorsan ezt az ágyat. Ha egyáltalán össze tudom, mert az sem biztos. A faszom ebbe az ágyba, jól leszopatott. Ez van egy bizonyos ponton, ugye? Ezt máshogy nem tudom betenni. Ez egy vékony kis cucc, és én azt gondoltam, hogy úgy rakom be, hogy a mélyebb része ide süllyedjen a matrac. És akkor ez is. De ez egy vastagabb, Móni. Szóval akkor ilyen így állnak a deszkák. Így. Nem tudom, hogy látszik-e, de nem egyenes, az a lényeg. Úgyhogy most már 28-at kell átfordítanom, és most már iszok egy pohár vizet. Mert most már vaszom ki van. És ezt most már nem fogom fölvenni, csak a kész ágyat. Ha nem bírom, komolyan. Virág közben befestette a hajamat. Mit műveltétek? Kivettem a kilincset. Jó tetted. Na, már közben elkezdtem, és ez már csak pár léc. Mindjárt kész vagyok. Miért? És akkor megágyazunk, jó?
kicsi. Kicsi az a párna? Igen. Másik az. Ott a verdás. Így már jó lesz? Igen. Na király. Na kész van, virág. Már el kell pakolni. Á, fekszül, hogy mi? Ja, fekszül te. Arrébb tollak, kikome. Jó. Bírod? Igen. Jó. Kicsit magas szerintem. Kicsit magas szerintem. Hát ahol főleg, hogy megszoktam már, hogy a földön alszok, meg gondolom recseg, ropog. Anya is sem. Miért? Majd ez is leszakad itt a lapon. Takaró anya. Mindjárt. Te takaró. Meg ott a te ágyadám. Mi? Ott. Ott? Csak most tele van ruhával. Tele. Na Meli! Itt az ágyunk. Összeraktam, nem tudtam. Nem tudtam tovább várni, mert már nagyon izé szar volt a földön aludni. Holnap jön a szekrény közben, ide kidobáltam a ruhákat. Gyorsan elkezdem átválogatni. Jövök, szerelmem. Összeszedem a csavarokat. Átválogatom a ruhákat, és akkor ide meg majd jön a szekrény sor holnap. De. Megszárítottam a hajam. Kicsit hajkefével. Most meg kajcsizunk. Én most nagyon kívántam azt a rántott cuccot, mindegy. Semmi köretet nem eszek hozzá, csak káposzta. Csalamádé. Friss és üde a hajam. Mindjárt melyek a barátnőmért. Ezt mikor fogom feltölteni? Ez nem is lila ez a haj. Jó az. Mondjuk barnát akartam, úgyhogy jó, hogy nem lett lila. De azért mondom, hogy az én hajamra teljesen minden. Milyen festéket kenek föl, úgyse olyan színű lesz, úgyhogy én már ezt feladtam. De legalább a színmélységgel van találva, nem akartam. Jó lesz ez, na. Most beszélgettem a barátnőmmel, úgyhogy hoz pálinkát, illatosan hoz pálinkát, én meg elmegyek a Lidlbe, és veszek vodka, szóda, szívem gyógyítja, és még ó, de szeretem ezt. Ezt a spirituális szerikától kaptam. Kicsit meg kell majd izélni. Lehet, hogy így megyek. Retro diszkó lesz. Retrosan kéne fölöltözni. Vodka, szóda. Így megyek-e? Veszek egy nagy karika fülbevalót. Édes Istenem! Beállítom a hajam, mert kicsit ez... Hú, de megfagyott a fejem, ez kicsit... Ah, mi van, vicca? Szerintem ez kicsit szoros. Azt még el kell pakoljam. Hú, de fáj most a fejem. A férj kifakad a feleségnek, mogorván. Nem akarok mindig másodhegedűs lenni. Nyugodj le, fiam, és örülj neki, hogy ilyen vonóval még egyáltalán a zenekarba vagy. Autó! Autó, igen! Ez nekem nem sok a 98-as pulzus.
110/70 és 83 a pulzusom, de szívritmust mutat, hogy valami nem volt jó. Fürdik kész vagy? Ja? Kész csoki? Igen. És Sanki? Kérlek a csokit. Jó. Tessék a gyok. Köszi, babám. Mi kell? Tessék, babám. Jó étvágyat. Ez mi ez? Mit? Ez mi ez? Ilyen hálózik. Ez kis csoki. Csoki az egyet, babám. Megyek a barátnőmékért Dombóvárra, és halló? Megyek Dombóvárra, kell valami? Uh-huh. Nem kell semmi. Tejet hozok a gyereknek, meg a... Dombóváron? Mert a húsékhoz megyek, te hülye! Ja, közelebb izé, azt hiszem tej. Nem. Na. Ötszöveget tehenet, hogyha így... Én is már... Még tényleg ott van. Kinéztem. Ne, hát akkor majd nem kell menni Dombóváron. Nem. Na, jó van akkor. Nem csak egyedik? Igen, ezek otthon vannak, pakolnak, most begyújtottam minden konvektort. Tudod, mennyi lett a gázszámla? 116 000 forint. Én is ezt mondtam, de gondoltam be, nem fizettem, mert múltkor is 45-öt akartak rámsozni, nem fizettem, azt mindjárt 3500 lett. És most is kiszámoltam, 20 000 forintra jött ki, van 40 köbméter, úgyhogy biztos nem fizetem be. Ja. Rohadjanak meg. Meg kell próbálni, hát így van. Ja. Na jó van. Majd akkor jött. Igen. Elő. Na viszlát! Na. Most akármit mondja, és olyan a hangod. Jaj, de jó. Nagyon jó. Na. Na. Se látszom, hogy tűrögeted a hajadat. Jó. Senki nem akar szerepelni a videóban. Van, aki a hangját se adja hozzá, van, aki a nevét sem. Vagy hogy megbeszéltük, hogy innentől kezdve mindenki kizi. Úgyhogy ennyi. Most felszedtem őket. 18 000-et vásároltam a Tesco-ba. Hát az rengeteg. Az rengeteg. Hát az. Már nem lehet kapni, bazd meg. Mit néztem, amin el volt a májóba? Nem tudom, de valami... Amúgy meg már, te meg már voltál videómba hányszor. Mikor a kutyátokat is izéltem. Nem úgy, hanem kameráztam. Meg a Gyula is, akinek nem mondhatjuk ki a nevét, de ő nem, dehogy nem, hát már kimondtam, meg hát a tiedet is tudja, a tiedet hátul nem biztos, meg hát az egészet főleg nem, a Gizinek a nevét. Öcsi, mikor hárman vagy az autóban, aztán olyan mindenki izé, süketném a vak. Nem, rögünk hangosan behallatszik ide. Majd amikor megittük a vodkát meg, akkor már nem számít! Akkor már lehet mindent. Sőt, majd ő fog vlogolni. Elveszi a kamerát. Attól tartok én is. Hát de én tudom, hogy ezt megcseszed. Megteszed. Na, majd még leszünk. Pofázni lehet. Na, elkezdtünk inni. Jó, én videózom, de ezek nem szeretnek. De nem a YouTube-ra! Jó. Na. Nem. Én az Andival beszélek. Most már megiszom. Várjál. Én is. Várjál meg! Én is. Csak kondítottam már. De hol a... Ja, én meg már megiszom. Na. Akkor ennyi. Még le kell zuhanyok. Már le kell húzzam. Égettél.
Elég, mert hányol? Úristen, miket látok? Pöttyöket. Hol? Ha belenézel abba, nézd bele. Nézd be. És most ott mindenhol faszom. Ja, ja, ja. Nem, mert ha annyi görögzett kicsi szivarja. Mit csináljuk? Szia, Tibi! 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 Elmentem kicigizni, meg inni, bazd meg! Aztán ezt akartam pedig vinni. Nekem nem is az semmi. Ott van, te! De vágjuk meg gyorsan hajat! Ne! Kérlek! Ne! Most gyorsan! Action! De bolond vagy! Most még nagyon kis dolog. Nincs meg a telefon. Én is kérek olyan pillanat. Nem kér senki. Nem, már pedig majdnem elhittem. Nem hittem. Hú, jó volt a diszkó. Csak nem tartott sokáig. Elment a zene, egyszer bele folyatták a keverőgépbe a piát. Aztán pont hazugrottam, visszaértem, basszus, nem volt már zene. Mondom, ezt nem hiszem-e. Akkor mi lesz most? Valaki hozott egy hajszárítót, és elkezdte kiszárítani a hajszárítóval. Hát pedig az nem olcsó cucc ez a keverőgép. Hogy fogok én nekiállni bárminek is most jelenleg? Az a szép, az a szép. Aki szeret, az a szép. Tibi, hogy tud, melyik kezemmel szeretnéd, hogy megfogod? A vlogolossa? De ne nagyon pritzküljön. Szomjassak a kutyák. Nem zártad még el? Nem folyik a víz. Az a szép, az a szép. Nem bazd meg! Milyen csövet adtál ide? Ja, hát a faszom tartogatja itt akkor. Kati itt volt, vigyázott a Kiko Belászra szorgalmasan. Meg a Penny. Én nem tudom, a Bence volt. Ragyogó süt a nap, szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, mert rád gondolok én. Most mi lesz? Most. Az lesz, hogy... Hú, hát itt van a szoba. Ha lemegyek a kocsmába, mámot emerem, addig iszom, míg berugok. Hát már nem kell sokat igyak. Már szép. Hát szerintem egy feles meginná azt, hogy... Visszatérne a... Vizém. Hú, de fáradt vagyok. Nem így gyűn a víz. Kiraktam a barátnőméket valahova, arra. Mennek a buszra, szal haza, Siófokra. Be kell menjek a bótba. A Karasznak kell sör, a Katinak meg üdítő.
Nekem meg egy kis... valami. Én így vagyok, ahogy diszkós ruhába voltam. Ledőltem a nappaliba, és felébredtem reggel. Hú! Durva buli volt, nem mondom. De megérte! Jó éreztem magam. Hú, milyen illat van. Hú, visszavettem a nyakám. Arra nem is emlékszek, mert a másikat elszakítottam.